A Becsei Kajak Kenu Klub teljesítette régóta fennálló vágyát, hogy bővítse a csónaktárolókat és modern felszerelést szerezzen tagjai számára a téli időszak edzéséhez. Annak tudatában, hogy a helyi önkormányzattól és a Kajakos Szövetségtől kapott anyagi források korlátozottak, így próbáltak némi megtakarítást elérni. Többek között azzal, hogy maguk vitték versenyekre a gyerekeket és szállították a csónakokat. Ugyanakkor a vezetőség bevonásával szponzorokat és adományozókat is találtak, akik segítették projektjeik megvalósulását. Az első dolog, amit megvalósítottunk, az a klub bővítése volt. Építésügyileg teljesen felújítottuk annak érdekében, hogy növeljük a csónaktároló területét, hogy megkönnyítsük a gyerekeknek a csónakokhoz való hozzáférést. Most már nem kell, hogy a klub emeletéről vegyék el a csónakokat, ami őszintén szólva elég veszélyes is volt. Ez az új tároló biztosítja számukra a könnyű hozzáférést. A bővítéssel a csónakszámot is meg tudtuk növelni. Van tehát hely például a válogatott tagjai csónakjainak is idehelyezésére és tárolására, amire idén már volt is példa. Így most már alkalmunk van arra, hogy bizonyos számú versenyzőt tudjunk fogadni. A felkészülésre érkező gyerekeket, illetve a hivatásos sportolókat, akik a szerbiai válogatottban versenyeznek. A létesítményben új vízvezeték és csatornahálózat került kiépítésre. Új eres csatornát szereltek fel. Egy szóval a több mint 7 évtizedes klubot megerősítették, és úgy rendezték be, ahogy azt illik. A klub vezetése különösen büszke a klub területén található új edzőteremre, amely nagyban megkönnyíti majd a kajakosok képzését és kondicionális felkészülését a két szezon között. A török kanizsai Obilić Kajak Kenu Klubbal együttműködve közös pénzeszközöket kaptunk az Ifjúsági és Sportminisztériumtól, kizárólag felszerelés vásárlására a klub részére. Mi ezt kihasználtuk, és közbeszerzést írtunk ki gyártókat keresve az edzőterem felszereléséhez. Ennek segítségével két edzőtermet is sikerült felszerelnünk, az egyiket török kanizsán, a másikat Óbecsén, 16 különféle sportgépezettel, amelyek jelen pillanatban a legmodernebbek és a legújabbak, és amelyek elsősorban a kajakosok és az evezősök edzésére van előlátva. Az idei évtől az óbecseiek egy új pontonnal lettek gazdagabbak, amit ajándékba kaptak. Véletlen körülményeknek köszönhetően kaptuk ezt az ajándékot. A pontont ugyanis a Dunán kellett volna kihelyezni, az Újvidéki Kajak Kenu Klub részére. Ez a Winnerstedise Tamarával akcióban, valamint a Vajdaság Vizei Vállalat ajándéka. Mivel nem sikerült nekik a Dunán rögzíteni, ahova eredetileg került volna, én teljesen véletlenül megtudtam ezt, mivel a Vajdaság Vizei Vállalatban dolgozom, és ekkor átirányítottuk Óbecsére, amiben a Vajdaság Vizei logisztikailag támogatott bennünket. A ponton betonból van, és egy nehéz és stabil dolog, 10 méter hosszú és 2,40 méter széles. A Becsei Kajak Kenu Klubban hamarosan választmányi közgyűlést tartanak, amelyen megválasztják az új vezetőséget, az új elnököt, az igazgató és felügyelő bizottságot. Én, mint a klub elnöke, érdekösszeférhetetlenség miatt már nem vezethetem a klubot, de itt leszek, ha bármire szükség lesz. Kihasználnám az alkalmat, hogy meghívjam a klub tagjait, akik most néznek bennünket, és akiket majd egyébként hivatalosan is meghívunk a közgyűlésre, hogy jöjjenek el, hogy elbeszélgethessünk mindenről, amik történtek, és hogy elmondjuk a jövőre vonatkozó terveinket. Klubunk, mint ahogy a Miskovics kollégám is megemlítette, lehet, hogy kicsi, ami a bázist és a gyerekek számát illeti. De biztos, hogy nem kicsi az elért eredmények és az eddig megvalósítottak szempontjából.